Figyelem, figyelem! Köszi rététeti kicsiknek, nagyoknak, Tulipán országában, kinek két füle van, kihirdetem annak. Szóljon gyorsan mindenki, szegénynek, gazdagnak, kérje meg a kezét a király leányának. De aki a gyönyörű leány feleségül akarja venni, annak a kérőnek három próbát kell tenni. A Komázóval nemrég partneri hálózati erősítő szakmai programon is részt vettek. Nemrég az óvodák a Karcag és Törzsége Tehetség Segítő Tanács és a MIEO szervezésében, ahol átadták szakmai tapasztalataikat. A Karcag és Törzsége Tehetség Segítő Tanács és a Madarász Imre Egyesített Óvoda megrendezésében jött létre a Komázó partneri hálózatot erősítő szakmai programunk. Nagy Jenőné óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal dolgozó óvodáink között zajlik ez a Komázó rendezvény. Ennek az a lényege, hogy együtt játszunk, megismerjék egymást a gyermekek. A Jókaiuti óvodások, a Táncsis körút 19-es óvodások és a Csokonaiuti óvodások. Jaj, valaki! Jaj, segítsen valaki rajtam! Velem mi történt? A száraz keréknyomba kerültem valahogyan, és nem tudok kivergülni. Királyfi, segíts rajtam, kérlek! Csak itt, majd én segítek rajtad, gyere, köszönöm, köszönöm, királyfi! Jaj, itt már biztonságban lesz! Királyfi, vegyél a hátamról egy pikkelyt, és ha bajba kerülsz, rögtön ott termek, és segítek! Jó, ígérem, nem felejtem el, majd jól beleteszem a tarisznyába, jó legyél halacska, bajba ne kerülj! Ezen a napon a tagintézmény vezető köszöntője után a Mesevarázs munkaközösség tagjai egy vidám mesével kedveskedtek az óvodásoknak, amit egy közös komázó tánccal zártak. Vendégünk volt a Mesevarázs munkaközösségünk, a meséjük a Tulipánnál változott királyfit adták elő a gyermekeknek, majd a komázó mondókával kört alakítottunk, és egy táncházzal folytattuk a rendezvényünket. Vendégeink is vannak, segítőink, Tyukodi László, faragó mesterünk, Tyukodi Lászlóné Marika néni, akivel gyöngyöt fűzhetnek a gyermekek, Pincésné Sós Gyöngyivel ronybabát készíthetnek a gyermekek, és a Puszai Róka Nomád Néphagyományőrző Egyesület vezetői is a vendégeink, Benes Sándor és Benéni Lajtos Katalin, akivel népi játékokat játszhatnak a gyermekek. Hatalmas élmény. Nagyon sokan megismerkedtek a vasárnap általuk megszervezett néphagyományőrző programon már ezekkel az eszközökkel, viszont akik most, ahogy akkor kimaradtak belőle, most megismerkedhetnek vele. Nagyon figyeltünk arra az életkori sajátosságokra, hogy a nagyobbak már tudnak gyöngyöt fűzni, az apró lyukba be tudják húzni a kis damiljukat, viszont a kisebbek nem tudják még ezt alkotni, és ezért számukra kitettünk egy-egy száraz tésztát, egy csomag száraz tésztát, hogy ők pedig azt fűzik föl. Kipróbálhatják a falovacskázást is, és csodálatos időnk van szerencsére. Alkothatnak pillangókarkötőt Gabika nénivel, színezhetnek Kata Óvó nénivel. Megpróbáltunk olyan rendezvényt alkotni, ahol jól érzik magukat a gyermekek. A délután a felnőtteknek egy szakmai továbbképzéssel folytatódott, melyet Sipos Antal nyugalmazott igazgató tartott.